A felfokozott várakozás után mintegy 300 néző ült le az újabb bravúr győzelem reményében az Astra ellen a Tolnai Városi Sportcsarnokban. De az első félidő 3-1-es könnyed Kiskun félegyházi vezetése már előre vetítette, itt alig ha következik be fordulat. Kiismerhető, pontatlan és nem elég gyors volt az előrejátékuk a hazaiaknak, amivel csak ritkán tudtak hibára késztetni a félegyháziakat. De ennél nagyobb gond volt a labdavesztés után a négy válogatottal is felálló narancssárgák viszonylag eléggé könnyen kerülhettek igazi gól, de mindenképpen ezzel kecsegtető közeli lövőhelyzetekbe. És ez a második félidőben a nagy vereség vízióját vetítette elénk. Ami be is következett, beindult a félegyházi gólgyártás, amit egyes-egyedül Deszki Vanda a kapuban nem tudhatott megállítani. 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, aztán 4-1, 8-1. Abból a szempontból persze mindegy, ha csak egyel veszít a Tolna, akkor is a harmadik meccs következik Kiskun félegyházán. Nagy Roland a gyenge, pontatlan támadójáték következményének tudja be a nem várt nagy különbségű vereséget. Hát igazából nem is a védekezésünk, hanem a támadásokat nem tudtuk úgy befejezni, hogy gólra váltsuk őket, sok zicsert adtunk, és abból tudtak megkontrollázni minket, amire sajnos nem tudtunk visszaérni. Az első meccs tolnamegyei szempontból azért szerencsésen alakult. Hamar tudtunk gólt szerezni, és azáltal a védekezésünket egy kicsit visszább tudtuk hozni. Szűkebben védekeztünk, egy picit talán fegyelmezettebbek voltunk. Ott sokkal jobban koncentráltunk a helyzeteknél, és ott be is jött, amit hát sajnos kapussal szemben se sikerült. Az első mérkőzésen is számos helyzetet kidolgoztunk, nagyon sok helyzetet elpuskáztunk, a Tolna pedig jól gazdálkodott a helyzeteivel, viszont ma megmutattuk, hogy hogy kell berúgni a helyzeteket, sikerült 8-at burítani. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kell magyarázni, sokkal jobbak voltunk az ellenfelünknél, de ez mit sem ér, hogyha a harmadik meccsen kudarcot vallunk, arra készülünk és győzni akarunk. A mai meccsen is az volt az ellenfelünknek a taktikája, hogy visszaáll, megpróbálja a támadásainkat semlegesíteni és kontrákra játszani. Én úgy gondolom, hogy ez jövő héten sem lesz másképp, viszont hogyha ezt az agresszív támadást tudjuk játszani, és megakadályozzuk az ellenfelünk kontratámadásait, illetve gólokat rúgunk, akkor nem lehet problémánk. A következő, a döntőt érő meccset már újra saját csarnokukban, a Kiskun félegyházi arénában játszhatják a sárgák. Ott ezek után nyerni klubtörténeti esemény lenne a tolnamezsi futzálban. Minden meccs más, ugye az egy új mérkőzés, tiszta lapról indul, mi mindent meg fogunk tenni annak az érdekében, hogy vetünk be is a döntőbe. Van-e olyan játékos a tartsajodban, aki nem volt, és ott lesz esetleg Kiskun félegyházban? Ez a keret, nincs most más, aki ilyen. Rossz ómen, hogy az idei Magyar Kupa döntőjét éppen az Astra ellen veszítette el 2-1-re, a mérkőzés összképe alapján nem volt esélyük a Tolna. Optimizmusra ad okot, hogy az élmezőny valóban legkiszámíthatatlanabb, legvégletesebb csapata a Tolnamös, amely bármikor, bárki ellen, egy ilyen különbségű vereség után is képes a bravúr győzelemre, amire már ebben a bajnokságban is többször volt példa.